Örömteli nap ez mindannyiunk számára, nyilván a cég számára leginkább, de számomra is, személy szerint is, hiszen immárom, ahogy elhangzott, második alkalommal vagyok jelen a cég életében, és mind a kettő fontos, azt gondolom, fontos mértföldkő. És hát engedjék meg, hogy egy mondat erejéig megemlékezzek arról a nagyon fontos tényről is, amit ugye ma reggel friss adat, hogy a KSH ugye a legutóbbi adatok alapján azt publikálta, hogy 2013. októberre és decemberre között 4.015.000 ember dolgozott Magyarországon. Ez utoljára 1992 környékén volt ilyen számadat, tehát azt tudom mondani, hogy a rendszerváltás óta soha ennyien még nem dolgoztak, és ez egy nagyon-nagyon lényeges, nagyon fontos dolog. Nyilván azért jutott eszembe, mert a mai naphoz szervesen kapcsolódik, hiszen számunkra, a magyar kormány számára elsődleges és legfontosabb feladat, hogy a versenyszférában, az elsődleges munkaerőpiacon hozzunk létre munkahelyeket, és különösen olyan térségekben, olyan helyeken, ahol hosszú-hosszú évek, vagy akár évtizedek óta várnak erre, mert nagyon sok munkás kéz van a térségben, és csak nehezen találja a munka lehetőséget meg, hiszen nincs az ipar, a termelőszféra olyan mértékben jelen, ahogy azt mi szeretnénk. Ezért is fontos ez a mai esemény. Én emlékszem rá, 2011. júniusa környékén voltam itt, ugyan nem a születésnapján a cégnek, de egy fontos, talán a felnőtté válás kezdeti szakaszát sikerült akkor megélni, én ezt nem tudtam. Azt tudtam, hogy Ósz térségében egy fontos beruházás valósul meg, és emlékszem, ugye a másik épületben ott ugye nagyon sokan, tehát ugye több mint 10 ember örülhetett annak, hogy munkahelye lesz plusz létszámmal, stabilan a piacon tud maradni. Én reménykedtem, bíztam abban, hogy a cég nem áll meg majd azon a szinten, hanem továbbfejlődik, fejlesztés és bővül, és hát a mai nap az egyrészt nagyon fontos és tanulságos abból a szempontból, hogy érdemes azokat a magyar mikro, kis és középvállalkozásokat támogatni, segíteni, akik a nehézségek ellenére is ilyen térségekben is képesek nem csak talpon maradni, hanem bővíteni, fejleszteni, beruházni, és mindig, ahogy a tulajdonos urat látom, ugye az ő fejébe sokszor szerintem jobb is nem belelátni, mert ez azt jelenti, hogy olyan tempóval viszi tovább az eseményeket, a dolgokat, ami a térség számára is, meg hát nyilván a vállalkozás számára is hasznos és eredményes. Azért azt is érdemes, hogyha egyet hátralépünk, hogy mi is történt, tehát ugye amikor mi munkahelyteremtő támogatások címén pályázatot írunk ki, 2010-ben még 2 milliárd forintot osztottunk szét, 2013-ban már 13 milliárd forintot. Ugye számunkra nagyon lényeges kérdés, hogy vajon ezek a források hasznosulnak-e, jó helyre mennek-e, sikerült-e azt a célt elérni, amit szerettünk volna, és hát azt tudom mondani, hogy a nyertes pályázatoknak a döntő többsége Borsod-Abaúj-Zemplénből, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, a Dél-Alföldi régióból, tehát pontosan azokból a térségekből érkezik, ami a legfontosabb a munkahely bővítése szempontjából. És hát azt is érdemes talán megjegyezni, hogy olyan cégről beszélünk, aki egyre erősebb és akár nagy multinacionális cégeknek is megfelelő minőséget, megfelelő mennyiségben képes termelni, előállítani, és ezen a nem könnyű piacon képes talpon maradni. Tehát én azt tudom mondani, hogy a következő időszakban is, mint ahogy ezt jeleztük korábban is, ha foglalkoztatás bővítésben mi eredményeket szeretnénk elérni, akkor nekünk elsősorban a mikro, kis és középvállalkozásokra kell a hangsúlyt fektetni, hiszen ez az a terület, ez az a szektor, ahol az összes foglalkoztatott 70%-a dolgozik Magyarországon, és minden ilyen esemény valóban azt az üzenetet is hordozza, hogy ilyen és ehhez hasonló beruházásokat, fejlesztéseket kell és szükséges támogatni a mindenkori magyar kormánynak. Remélem, hogy számos alkalommal fogunk még ilyen vagy ehhez hasonló körülmények között találkozni. Ugye Ózra lassan már hazajárok, mert most nem tudom, hanyatszor jövök, csak az idén is voltam már, illetve az elmúlt néhány hónapban, de hétig egészen biztosan számoltam itt az elmúlt másfél évben. Nem baj ez, sőt, kifejezetten jó, hiszen ez azt jelenti, hogy a térség nem csak hogy élni akar, hanem képes is, tehát vannak olyan potenciált
is lehetőségek a térségben, akár vállalkozói, akár más szempontból is, amelyek hosszú távon stabil jövőt biztosíthatnak az itt élők számára. Mert gyönyörű ez a térség, biztos vagyok benne, hogy akik itt élnek, szeretnének is itt élni, de hát ugye munkahely nélkül ez nehezen sikerül. Most ugye a számadatokat nézzük, a száraz számadatokat, akkor ugye 22 új létszám lép be ugye a három fős állományi létszámhoz, ebből 20 fő regisztrált álláskereső, ez is egy nagyon fontos üzenet. 6 fő roma származású, ez megint egy nagyon fontos üzenet, azt üzeni, hogy a termelőszférában is van, igenis van lehetőség és potenciál, akár hátrányos helyzetű emberek megsegítésére is. Tehát biztos vagyok benne, hogy azok, akik meg itt ülnek, még többet tudnának arról mondani, hogy miért fontos és miért szükséges az, mármint a munkavállalók, hogy miért fontos számukra ez a mai nap, talán számukra a legfontosabb, meg a cég számára. Mihez gratulálni tudunk, jó egészséget kívánok mindenkinek, sok sikert, jó munkát, és biztatom önöket, hogy csak így tovább. Köszönöm szépen!